Gratulálok először is ez a váratlan és nagyszerű győzelemhez. Az első fél idő az parádés támadójáték volt. Itt a beállósaink, akik ugye az utóbbi időben azért sokat kihagytak, most mindent belőttek. Hozzátéve, hogy szerintem a Barbara és a Tauker Erika ma tényleg, az Erika szerintem hibátlanul játszott, Barbara is ragyogóan használta a helyzeteit. Aztán fáradtunk, és látszotta ugye azért, hogy kevesen vagyunk. De hát a végén aztán a szív, meg én szerintem egy kicsit a szerencse is, de annak van szerencséje, aki úgy gondolom tesz érte. Te hogy látod ezt? Hát igen, úgy gondolom az első fél idő az nagyon jó volt, tényleg nagyon kiemelkedően játszottunk támadásba. Védekezésben voltak hibáink, még mindig nem fautolunk eléggé. A második fél idő első 15 percében ott éreztem, az volt a kritikus, szerintem ott egy kicsit a lányok elfáradtak, hullámvölgybe is kerültünk. De minden erőtartalékot összeszedve az utolsó negyed órába, a végső kiküzdve, úgy gondolom ez a 7 ember, aki ezt a meccset végigjátszotta, és hál' Isten szerencsével sikerült megvernünk a második helyezett Szombathelyt. Igen, és hát ez nekünk is sokat számít, hisz tegnap visszaestünk a 7. helyre, most ismét ott vagyunk az 5. helyen, ami úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal ez egy ragyogó őszi eredmény. Aztán mi meglátjuk a tavasz, nyilván felépül majd a Zita, felépül a Gréta, és akkor talán meg lehet ezt tartani? Hát nagyon szeretném, ugye itt az ősszel azért nekem 3 pont eléggé hiányzik, ugye a győri meccs a kezdésnél, ott azért 6-7 gólos erőnyről kaptunk ki, valamint az itthoni Mohács meccsnek az egy pontja, ahol úgy gondolom az első féldői 6 gólos hátrányunk miatt nem tudtuk megnyerni azt a mérkőzést. Hát ugye most ez a mai meccs, ez egy plusz, ennek nagyon örülünk. Hát nagyon remélem, hogy tavasszal is hasonlóképpen tudunk szerepelni. Bízok benne, hogy kicsit kevesebb sérültel, kicsit kevesebb gonddal, betegségekkel, és meg tudjuk tartani ezt az 5. helyet. Hát legyen így, dolgozzatok, és addig egy jó pihenés, kellemes karácsony, boldog új évet, és sok sikert! Köszönjük szépen, és én is, és a csapat nevében mi is boldog karácsonyt, és kellemes új évet kívánunk mindenkinek. Úgy gondolom, hogyha voltak is nehézségeink ősszel, ez a befejezés, ez parádés volt. Hát úgy gondolom, ezt senki nem várta, legfeljebb csak álmodta. Hát igen, álmodoztam én is erről az eredményről. A fél időben már egy kicsit azért az reménykedett az ember, a második fél idő közepén akkor meg reményvesztett lett, de parádéztak a csajok, és nagyon szépen küzdve sikerült egy góllal nyernünk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Úgy gondolom, ez szép karácsony ajándék az egyesületnek is, a szurkolóinknak is, és hát reméljük, hogy a következő fél évben kicsit többen fognak kijönni a meccsekre ezután az eredmény után. Igen, hát ez nagyon jó hangulat volt ennek ére, hogy viszonylag kevesen voltak, és azért egy él csapatot vertünk meg, hisz a Szombathely csak a Mosamagyaróváltót kapott ki, ő az egyetlen, aki a Nekát is meg tudta verni, tehát ez egy nagyon értékes eredmény. Most pedig felkérem Ács Rezső polgármestert a Szekszárd büszkesége 2017. évi jutalmainak átadására. A szekszárdi fekete gólyát kézilabda klub elnökének, Baj Attilának, Tabaj Ferenc és Rácz Adrián edzőknek 2017. évben végzett munkájáért gratulálunk és további jó munkát kívánunk. Országos serdülőbajnokság 2016-2017 harmadik helyezés. Ugye most volt a díjkiosztója a Szekszárd város büszkesége című alatt, és az egyesületnek is egyik csapata érintve van. Ugye furcsa, hogy én kérdezek, mert valamennyire érintve vagyok, de hát akkor mondjál róla te egy-két szót. Igen, az előző szezonban a serdülőbajnokságban a csapatunk döntőbe jutott, és a döntőbe a bronzmérkőzésen a Ferencvárost megverve egy harmadik helyet szerzett, amihez így utólag is még egyszer gratulálok a lányoknak, illetve hát az edzőknek is, Tabajdi Ferencnek és Rácz Adriánnak. És ennek az alkalmából kapta meg ugye a csapat a Szekszárd büszkesége 2017 címet. Köszönjük. Hát akkor itt a Szimóval is együtt is mindenkinek kellemes karácsonyt. A csapatnak nagy, ilyen jól, vagy legalább ilyen jó eredmény. Nem lesz egyszerű ezt megtartani, hiszen ezzel a meccsel azért nagyon magasra tettük a mércét.
Ezzel teljesen egyetértek, de azért nagyon bízunk benne, hogy a tavaszunk valami hasonló jó sikerül. Kitüntetést az utánpótlás csapat kapta. Hogyan tovább? Hát az utánpótlással? Hát ugye mi ez csak egy fél év, tehát itt nincs évzárás. Ez még a nyári dolog, tulajdonképpen májusban volt az országos döntő, amiben ezt szereztük. Viszont a város ilyenkor osztja ezeket a díjakat. Tehát most egy fél évben vagyunk, jól szereplünk viszonylag a serdülő bajnokságban, dobogón vagyunk, ott küzdünk, hogy érmesek legyünk, az ifjúsági bajnokságban pedig hát ugye a középmezőnybe szeretnénk minél előbb. De hát a mai nap az elsősorban a felnőtteké, ezt el kell ismerjen, mert tényleg majd nagyon nagy dolgot hajtottak végre. Egy-két ember tényleg parádézott, és én is teljesen ennek a hangulatában vagyok most, és nagyon feldobott ez a dolog. A munkát meg folytatjuk, hisz majd az évnek majd májusban lesz vége. És milyen volt edzőként a kispadról közvetítve végignézni egy mérkőzést? Hát már, hogy a nézőtérről? Ez is eljön, tehát minden eljön. Ugye 36 éve edzősködöm, most ezt is meg kellett már próbálni. A Simo mellettem dolgozott 2 évet, én bíztam benne, hogy ő ezt meg tudja oldani. A közvetítés pedig ez nekem, az meg nekem egy új kihívás, próbálok ennek eleget tenni. A mai mérkőzés, amit a végén volt egy-két olyan perc, amikor már én is szurkolóvá váltam, de hát igyekszem megtanulni, és majd ez is egyre jobb lesz. Bár azt el kell mondjam, hogy nem tudom a tavasszal, hogy minden meccsen tudok-e lenni, de hát igyekszünk majd megoldani.